Most ugye egészségügyi infrastruktúra fejlesztésnek örülünk itt együtt, de van egy másik egészségügyi intézményt nem leszhetünk, az Ajkai Kórház. Érdekelne, hogyan látja ennek a jövőjét, ugyanis a kisvárosi kórházak, amelyek elég sok beteget ellátnak, kevésbé vannak gazdaságilag, hogy is mondjam, pozícióban, mint a központi kórházak, és Ajkán is volt arra példa a közelmúltban, hogy szülésznőgyógyászok négyen is elmentek Veszprémbe, mert fizetésemelést kaptak, egyikük pedig a Szombathelyre, szintén hasonlókból. Tehát ez mennyire lehet országos mintázat esetleg, vagy meg lehet ezt a folyamatot akadályozni? Hát még folynak az egyeztetések a kórházakkal és a kórházi kapacitásokkal kapcsolatban. Az kétségtelen, hogy a legnagyobb problémának jelen pillanatban az orvosok hiánya, illetve az orvosok vándorlása tűnik. Én azon dolgozom, hogy itt Ajkán is a kórház azért lehetőség szerint minél nagyobb, vagy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjon nyújtani a betegeknek. Értelemszerűen Veszprémmel kell kiépíteni majd egy olyan együttműködést, amely súlyosabb eseteknél lehetővé teszi, hogy Veszprémbe jussanak el a betegek minél gyorsabban, de itt Ajkán is kapják meg azt az ellátást, ami szükséges ahhoz, tehát ne szenvedjen csorbát az egészséghez való joguk az embereknek. Úgy tűnik, még nem annyira súlyos a helyzet talán, mint Mosonmagyaróváron például. Látja a relevanciát annak az ötletnek, hogy egy lakossági fórum keretében vitassák meg, nyugtassák meg az érintetteket abban a tekintetben, hogy itt nem lesz további leépítés. És válik meg a döntés. Tehát ugye lépcsőzetesen vezeti be a belügyminisztérium az egészségügyi ellátást, az ügyeleti rendszert is, a kórházak kapacitásának kiépítését is. Én azt mondanám, hogy várjuk meg a rémhírek helyett azt, hogy fog felépülni az egész rendszer, és akkor természetesen utána állunk rendelkezésére mindenkinek. Hát akkor most ne is kérdezem meg, hogy az ápolási osztályok átadása milyen hatása lehet az Ajkai Kórház működésére. Hát én ezt nem tudom, hogy Takács Péter biztos. Ez egy nagyon friss információ. Igen. Szóba került az uniós támogatások lehívhatóságának tárgyalásain az úgynevezett státusztörvény. Csökkentette ez az önmozgásterét esetleg? Nem, másik csatornán zajlanak a tárgyalások a státusztörvénnyel kapcsolatban. Én más területeken tárgyalok, de amennyire én tudom, Maruzsa Zoltán például most megy ki Brüsszelbe ismertetni a státusztörvényt, tehát a belügyminisztérium oktatási államtitkársága tárgyal szigorúan szakmai alapon. Ennek egyelőre nincsen köze az Európai Uniós forrásokhoz. Most itt egy kérdést átugralék, mert ez inkább ilyen politikai elemzést igényelne, és az idő rövidsége miatt ezzel nem menjünk bele. De egy konkrét kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet a Pannon Egyetem Alapítvány kuratóriumával? Ugye ön lemondott az első között. Én az első között mondtam le, és az első között választották meg az új tagokat is. Birkner Zoltán lett az elnök, és Szabolcs. Igen, ő az innovációs hivatal vezetője volt március 1-ig, és március 1-től a Pannon Egyetem kuratóriumának az elnöke. Szabadics Zoltán, aki a Bahart igazgatósági tagja és vezérigazgatója lett a kuratórium másik tagja, ő Gáz Zoltán helyett, aki elhunyt, illetve Bartos Péter, aki pedig eddig a kuratórium operatív igazgatója volt, ő pedig helyettem lett kuratóriumi tag. Akkor még egy ilyen lazító kérdés a végére, ha megengedi, hogy mit szól az FC Ajka bronzérméhez? Hát úgy tudom, hogy a futballügyben változott egy kicsit a véleménye, hogy ez téves információ? Hát nekem nem volt rossz véleménye, hogy nem voltam aktív szurkoló, de polgármester úr kötelezett engem arra, hogy amikor az MTK Ajka mérkőzés volt, akkor a Hungária körültre menjek ki, azt mondta, hogy minden egyes hang számít, és akkor sikerült egy jó döntetlent elérni, talán ennek is része volt a bronzérem, meg én gratulálok az ajkaiaknak, ez egy nagyon szép eredmény. Köszönöm szépen, sok sikert Brüsszelben valamennyi nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm.